Sátoraljaújhely város gesztorságával Encs és Gönc városokat és járásokat érintően összesen 44 településre kiterjedő képzési és foglalkoztatási programot valósítanak meg. A Sátoraljaújhelyi Paktum hasonlóan más megyei paktumokkal a köz- és gazdasági szféra partnerségében a munkáltató igények kiszolgálására, illetve a munkavállalók elhelyezkedésének segítésére jött létre. 2018. augusztusától dolgoznak így együtt a vállalatok, önkormányzati szervezetek, állami intézmények, most egy mérföldkő lezárására, a tapasztalatok összegzésére gyűltek össze. 3 éves a projekt futamideje, 2020. májusában fejeződik be, szóval el lehet mondani, hogy a projekt már a kétharmadán is túl van. És hát szerencsére időarányos a teljesítés, mind a pénzek felhasználásában, mind a bevont indikátorszámokban. Szóval úgy néz ki, hogy 2020 májusára sikeresen be fog fejeződni a projekt. A gazdasági élet szereplőinek is hasznos ez a paktum, elsősorban azért, mert a munkaerő kereslet kínálat tekintetében gyorsabban kapnak információkat. Amikor munkavállalókra van szükségünk, folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, nyújtják az információkat azok köréből, akikre éppen szükségünk van, és folyamatosan tudnak ajánlani, akik eljönnek és megpróbálnak egy-egy napot, vagy ki használják ezt a lehetőséget, hogy talán a mi cégünkben is tudnak dolgozni. A Sátoraljaújhelyi Paktum megyében működő 10 programtól eltérően nem a hagyományos kézi termékek fejlesztését célozta meg, hanem egy újszerű térinformatikai rendszer kialakítását és üzemeltetését valósítja meg. 2 újszerű dolog valósul meg projekten belül Sátoraljaújhelyben. Az egyik, hogy a munkaerőpiaci szolgáltatás az kifejezetten azokra a területekre van kiélezve, ahol hátrányos helyzetű emberek élnek. A másik pedig, ami egyedülálló a megyébe, egy olyan térinformatikai rendszer kerül kialakításra, amely újszerű. A Sátoraljaújhelyi Paktum 2020. május 31-ig finanszírozott, a programokra 473 millió forintot fordítanak a pályázat résztvevői.